talán a könyvéről még egy jelzőt mondanék, ami megkülönbözteti őt nagyon sok más magyar polgári konzervatív vagy jobboldali közösségtől. Ez a könyv egy autentikus könyv. Az utolsó fejezetén is lehetett, mint a cím is elárulja, ugye seregtartóból indulhatok. De maga a könyv hangulata is egy optimista könyv és egy optimista szerző benyomását. Tehát ez nem, valljuk be, ez nem mindig jellemző a mi világunkra. De gyakran hallunk olyan, hogy nagyon racionális és észszerű gazdasági okfejtéseket, aminek a végén ilyen apokaliptikus látomások vannak. Az ember nem is tudja, hogy most akkor helyese gyerekek vállalja, hogy mit állunk. És hogy ebből az egészből, ebből a sok bajból, ami körülvesz bennünket, csak az összeomlásra keresztül menne az út, hát akkor hogy lenne? Sok ilyen tervünk van. Rendkívül éleslátó, jótódó, pontosan elemző közgazdászok, mindig érdemesen olvasni az írásaikat, csak a végén valahogy ki kell nyitni az ablakot, mert nem vagy úgy érzi, hogy pihenni kell, így lehetetlen. Van optimista ígéretnek azért csak lennie kell a gondolatok végén. Olyan szerzővel van dolgunk, aki optimista, és nem csak arról van szó, tehát nem egy ilyen bártyú mosolyul az arcán, aki a valóság nem ismerése miatt boldog. Azért optimista, mert ugyan látja a modern világgazdaság összes gondját, ha ezt a könyvben is kiderül a kitekintéses részeknél. Aki pontosan látja, hogy az a pénzügyi válság, amelyet mi most érzékelünk igazán, az áremelkedéseknél. Itt a könyvben elmondja, nem most kezdődött, emlékszem is, már korábban mondta, hogy a magasabb inflációs korszak köszönt majd a világgazdaságra. Az energiárak sem most kezdtek emelkedni, most csak egy robbanásszerű utolsó löket érkezett, hiszen korábban indult ez a folyamat. Tehát a szerző ismeri a világgazdaság problémáit. Azt is látja, hogy mennyire törékeny ez a rendszer. Tehát a hitelpénz rendszer. A mögött nincs az aranyfedezet, ami mögött nem is tudjuk pontosan milyen fedezet van. És belefordulunk, ha arra gondolunk, az emberi bölcsesség a fedezet a saját pénzünkből. Ugye országok mérete nem szokott mindig összhangban állni az időhalmozott év mennyiségével, akkor megszokott. Most ennél konkrétan ne legyek. De világos, hogy a rendszer törékeny. És az is világos, hogy időnként zsákutcába tévedek. És az is világos, hogy időnként több bajt okoz, mint amennyi hasznot hajt. Mégis a szerzőnk nem gondolja azt, hogy akár valamilyen forradalommal, vagy apokaliptikus, látomásos összeomlással ezt a rendszert egyszer mindenkor a zárójelbe kéne tenni. Hanem azt gondolja, hogy igen, ez a rendszer több száz év óta, ez a piacgazdasági rendszer több száz év óta létezik. Válságról válságra elítkél, fölmendülések szakaszokat visszaesés követi, de mindig megvolt a képesség, hogy önkorrekciót hajtson végre. Az önkorrekció nem azt jelenti, hogy nélkülünk hagyja azt végre, velünk. Az emberek képesek arra, hogy a saját politikai és gazdasági rendszerüket, persze a válságok hatására, de újra és újra korrigálják, és a beszűkült szabadságért ismét élesebb szabadság legyen, a veszni látszó jólét az ismét elérhetővé váljon, a zsugrodó munka lehetőségekért ismét legyen munka, de tisztességes munkából meg lehessen élni. Tehát olyan szerzővel van dolgunk, aki nem megkérdezi a piacgazdaság és a kapitalizmus végét, hanem azt mondja, hogy másképpen csináljuk, ha jobb válaszokat adunk, ha hamarabb értjük meg a kihívásokat, ha jobb gazdaságpolitikát folytatunk, akkor igenis ez a nyugati szabad világ politikai és gazdasági rendszere képes arra, hogy megújuljon, újra szabadságot, újra jólétet és újra biztonságot adjon a nyugati civilizációnak, talán szabad így fogalmazom. Hát ezért optimista ember, ami szerző. Ennyit a szerzőről, és most nézzük a második fejezetet. Én nem ismertetni szeretnék, tehát ennek a címe az, hogy miért. A szerző ebben a fejezetben arra a kérdésre keres választ, hogy miként lehetséges, hogy hosszú, fél évtizednyi időn keresztül szarvas hibák sorozata alkossa egy gazdaságpolitika kerültét. Miért van az, hogy ez az ország éllovasból sereghajtó lett? Erre a kérdésre keresi a választ. Nem mondja ki, de mondhatná, nyilván nem akar aktuál politizálni, hogy a mai reménytelenségünk is ennek a kérdésnek a megválaszolásától függ. Van-e jó válaszunk a miértre? Miért lehetséges ez? Mert aki tudja a miért, akkor azt is tudja, hogy meddig lehetséges ez. Tehát a szerző talán legfontosabb, könyvének legfontosabb fejezete az ez a fejezet. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az egyik ilyen jelzőkísérlet, amelyen le
akarjuk írni a korunkat, gyakran hallom a parlamentben és a képviselőtársaim szájából, az úgy hangzik, hogy a sodródás kora. A kormányzati passzivitás, és semmit sem tevő kormány, amely csak kampányol magával foglalkozik, hatalomban akar maradni, de egyébként nem hoz döntéseket, nem kormányoz, ezt olyan fél ízes népi kifejezéssel maguk is beszokták vallani, ha a szűk körben összejönnek, hogy csináltak az országgal. Tehát amikor nem csináltunk semmit, hogy így nézem a passzivitást, mégiscsak, akkor szoktuk azt mondani, hogy ez a sodródás korszak. De ez pontatlan nyelvi formula, mert a sodródás az azt a benyomást kelti, mintha egy ország hasonlatos lehetne egy a víz felszínén egyensúlyozó tárgyhoz. És a sodródás, az ilyen sodródó tárgyaknak a jövőjében azért az is benne van, hogy nem csinálunk semmit, de egy kis szerencsével. Még a végén jó helyen, jó helyen partot is lehet érni. Ez a két indokolatlan a mai életünkben. Tehát amiben élünk, az nem a sodródás. Szokták a mulasztászót is használni, abban nincs igazán életes erő a kifejezőjelző. Meggyőződésem, hogy talán ezt a korszakot leghelyesebb az elsorvadás, az elsorvasztás korszakának, egy sorvadó korszaknak hívjuk le, mert a meg nem hozódó döntések, azok veszteségeket, károkat. És a gazdaságpolitika szemben, ha nem különösen nem cselekvő gazdaságpolitika esetében van ez így. Ha az országban nem egy ütkél a víz felszín és a szerencséje van, a gazdaságpolitikában az úgy van, hogy ami nem emelkedik, az alá. Ami nem nő, az zsugorodik. Vagyis a meg nem hozott döntések, azok egyenértékűek a rossz döntésekkel. Ugyanúgy a hibák a felelősség kérdését követő hibák körébe tartoznak, mint a rossz döntések. Ha minden nézzük a mögöttünk hagyott öt korszakot, akkor jellemzésképpen csak a szerző által több táblázatban is datált, igazolt tényt kell itt megemlítenünk. Magyarország az egyetlen ország, ami az Európai Uniós csatlakozás után nem tudta a gazdasági fejlődés, növekedés javára fordítani ezt a lehetőséget. Nincs még egy ország az újonnan csatlakozott országok között, amelynek a csatlakozás utáni korszakban a gazdasági növekedés a csatlakozás előtti szinthez képest csökkent. Mindenki, különböző mérték. Mindenki, egyetlen ország van, amelyikre csökkent. És ezek mi vagyunk? Ez igazából az a történelmi perspektívából megnevezhető hiba, tett, elmaradt döntések összege, amitől Magyarország visszaesett. Ez a könyv egy olyan gazdaságpolitikus szavait tartalmazza, aki bátran bevallja, hogy nem ő fújja, nem a gazdaságpolitikus fújja, még csak nem is a kormány, de mégképp a miniszterelnök fújja a gazdát. A gazdaság energiái nem a kormányból táplálnak. A gazdaság erői azok a magyarokból, az emberekből. Ahogy tetszik a vállalkozó szellemi tetrekész, munkáikat elvégezni hajlandó, új dolgokra vállalkozó magyarokból, vagyis a valamire, családra, munkára, jövőre, valamire vállalkozó magyarokból tartanak. Azonban, ha nem is tudjuk a passzát, mert egy kötelességünk azonban van, hiszen ez a szakmák lényege, hogy mi befoghatjuk ezeket a szeleket az ország vitorlájára. És a könyv arról szól, hogy milyen jövendőbeli döntéseket kell hozni a rendő kormánynak, hogy az emberek által úgy tartták fel, be tudjuk fogni a magyar nemzet vitorláiba. A szerző leírja, hogy mi magyarok közismertelünk, dolgosak, tehetségesek, dolgos és ügyes nemzettagjai vagyunk, másfél évtizedig kiérdemeltük a térség eminensének, az élenjáróknak járó tiszteltetés megbecsülés, azonban egy rossz kormányon a nyakunkban, idézem szó szerint a szerzőt, képesek vagyunk a legügyetlenebbek, leghiteltelenebbek és legrosszabbak lenni, ezt korábban nem sejtettük, folytatja a szerző, ezzel a keserű tapasztalattal vagyunk magadalapok. De Gaulle szavainak magyar meghosszabbításaképpen hadd tegyem ehhez hozzá azt, hogy a magyarok tehát mindenre képesek. A magyarok mindenre képesek, még a legjobbra is. Ezt a reményt tartja benne.